Nem tudom, tudjátok-e, hogy a hunoknak mi volt a küldetése? A hunoknak egy magasabb szintű tudást kellett átadni az emberiségnek. Ez volt a küldetések. Miért kapták ezt a küldetést? Mert leszálltak isteni lények, űrhajóval egyébként, ott, ahol a hunok voltak, az egy nagy sziget volt, ami már nincs, már rég nincs, az Atlanti-óceánon volt egy sziget, úgy hívták egyébként, hogy Atais, és ez a sziget már rég nincs, és oda leszálltak, ott hunok voltak, de képzeljétek, voltak fehér hunok, bőr szerint, és fekete hunok. Oké? És átadtak nekik tudást. Oké? Nem tudtak elmenni innen, mert megsérült az űrhajójuk. Itt maradtak, és egy hölgy élt közülük a legtovább, akiről meg is emlékeznek nagyon sok helyen. Magyarországon az a nagy boldog asszony, csak úgy mondanám. Oké? Anahitának hívták, tehát Anahita, Anyahita, annak hívták. Ő tanította a legtöbb ideig a magyarokat, illetve, bocsánat, nem magyarokat, mert akkor közül magyarok nem voltak, hunokat, és azt vállalták a hunok, hogy szétviszik a világban a tudást, amit kaptak ugye ezektől a földön kívüliektől. Hova vitték el hajóval? Közép-Amerika, Egyiptom, India és Kárpát-medence. Tehát szétszélettek onnan ezekre a területekre. Oké? És lényeg az, hogy azzal a küldetéssel szélettek szét, hogy egy magasabb rendű tudást visznek el az emberiség számára. És mivel magasabb rendű tudással rendelkeztek, ezáltal mindenütt ők voltak a vezető népek, vezető emberek. Tehát ahova elmentek, ott mindenütt ők voltak a vezetők. És ez évezredekig így volt, képzeljétek el. Utána. És miért? Tehát hogy működött egy hun? Balkezes volt. Ezért nagyon sok hun származású gyerek balkezes. Tehát ami azt jelenti, hogy úgy kényszerítik át a jobb kezességre. Tehát balkézzel kezd el működni a kisgyerekek nagy része itt Magyarországon. Balkezesek voltak a hunok. A hunok, és ugye az ősi nyelvet beszéltek. És ugye hogy akarták a hun uralkodás alól kikerülni az egyéb népek? Nagyon egyszerű. Úgy akartak kikerülni, hogy elkezdték megváltoztatni a nyelvüket a gyereknek. A gyereknek a nyelvét. És elkezdték a szavakat másként, más szavakkal, tehát kitalált szavakkal. Ezért van a többi népnél, nem vezethető vissza a szónak a tartalma arra, amiről szól a szó. De a magyar szavak nagy része visszavezethető arra a dologra, amiről szól az a szó. És ugye mivel kitalált szavakról van szó a többi nyelvnél, ugye miért? Hogy ne értsék a hunoknak az utasításait a gyerekek. Világos ez? És
ezáltal ugye különböző területeken nyilván különböző szavakat találtak ki az emberek, és akkor azt kezdték el alkalmazni, és ebből kifejlődött a másik nyelv. Világos ez? Hát ezért van az, hogy a Földön a legtöbb nyelvnél egyszerűen nem vezethető vissza arra a dologra az a szó, ami a szónak a jelentése. A magyar nyelvnél meg nagyon sok, sőt még most is úgy alkotunk szavakat, mikor létrehozunk egy új szót, hogy utaljon arra, hogy az mire utal az a szó. Oké? Tehát a többi nyelvnél ez nem jellemző. És lényeg az, hogy úgy sikerült elérni azt, hogy kiváljanak a hun uralom alól, hogy egyszer nem értették meg a hun utasításokat. Ez volt az egyik. Másik, hogy úgy tudták legyőzni a hunoknak hadviselését, ez már jó későn volt, mert ez már ugye most már lassan 1000 évvel ezelőttről beszélünk, hogy átszoktatták a gyerekeket a jobb kéz használatára, és úgy győzték le a hun hadsereget, hogy jobb kézzel kardoztak. Tehát gyakorlatilag a balkezes kardozásnál a hunoknak nem volt ellenfelük. Oké? Okay? És a jobb kéz igénybe, tehát a jobb kéz használatával ugye tudták legyőzni a hun seregeket. És lényeg az, hogy ugye a hunok mikor vesztették el a, hát mondhatjuk azt, hogy világuralmukat, szó szerint, hát az időszámításunk környékén. Oké? Okay? Illetve még utána megvolt, mert még Attila is, hát gondoljátok végig, hát az Atlanti óceántól a Csendes óceánig majdnem az övé volt. Tehát a létező legnagyobb birodalom volt a történelem során, amit Attila hozott létre. Tehát az pedig már ugye majdnem 500-ban volt, Krisztus után 500-ban. Tehát ugye ők szüntették meg a római birodalmat valamilyen szinten. Tehát lényeg az, hogy ugye az mikor volt? Az 1500 évvel ezelőtt. Ugye még a hunok azok javában a birodalomban voltak. Sőt, utána még volt az avarkor. Az avarkor az nem az avarkor, hanem a zavarkor, csak hogy tisztában legyünk velük. Az még mindig a hun uralomról szólt. Tehát Csaba, Attila fia Csaba, az még ugye tartotta a hun birodalmat. Még egy jó ideig, az avarkor nem tudom meddig volt. 100-200 évig, nem is tudom, történelembe tanultuk. András, nem tudod, az avarkor meddig volt? Avarkor meddig volt? Avarkor. 470. Hány évszázadon keresztül volt az avarkor? 3 évszázadon keresztül. Tehát ami azt jelenti, még Attila után 3 évszázadon keresztül a hunok még nagyhatalmú nép volt. Oké, tehát egészen, ugye meddig? Hát gyakorlatilag Istvánig. Tehát, ami azt jelenti, hogy 6000 éven keresztül óriási birodalmuk volt a hunoknak. Ugye az elődjeinknek mondhatjuk azt. 6000 éven keresztül. Semmilyen birodalom nem állt fönn 6000 éven keresztül. Jó, csak úgy mondanám, és mit tanulunk róla? Semmit. És ugye tudjátok mi a baj? Hogy annak idején, amikor ugye Attila is volt, akkor megfogadták a népek, hogy ezt a népet eltüntetjük a fölszínéről. És mivel a népek szemében a magyarok az örökösök, és ugye nem csak a magyarok, hanem a székelyek, a palócok, a kunok, stb. Az örökösök,
És ugye a világ népei mindenütt úgy tekintenek ránk, mint hunok. Hát nem véletlenül úgy szereplünk mindenhol, hogy hú. Mi meg magyaroknak tekintjük magunkat, az közben mi hunok. A világ meg hunokként tekintenek ránk. Te azt mondod, hogy Magyarország, mit tudom, hogy valahol külföldön, akár Európában, azt néznek rád, érted? De azt mondod, hogy ha Hungária, érted? Már nem néznek rád. Érted? Tehát minket a hunokkal azonosítják, azonosítanak, de gondoljátok végig, hogy mivel 6000 éven keresztül voltak a világ urai a hunoknak, hány nép fogadta azt meg, hogy eltüntetjük ezeket? És akkor miért vannak igazából ellenünk? Akkor már lassan értitek. Mert annak idején csináltak erre egy fogadalmat, érted? Jó? És akkor most ezt úgy érik el, hogy minél több ember hagyja el az országot, és minél több költözzön be, aki már nem magyar. Oké? Illetve nem hun. Jó? De hát hunvér, hát az a legtöbb európai emberben van. Mert hát például olyan városnevek, mi neveztük el? A hunok. A hunok nevezték el, például, hogy Berlin. Azt a hunok nevezték el. Oké, egy csomó városnév Európában, az hun elnevezésű. És nagyon érdekes, mert megnézed, ugye egy csomó városnak, amihez semmi köze Magyarországhoz, rendesen magyar neve van. Érted? Közben ők nem is úgy hívják. Oké? És magyar neve van. Pedig az soha nem volt Magyarország területe. Jó, tehát elég érdekes történelmünk van, amire nem tudunk semmit. Nem tudunk semmit. De ez nagyon érdekes volt, hogy annak idején, mikor Attiláról tanultunk, akkor volt a történelemkönyvben ennyi. Emlékeztek? Ennyi. Az közben a világ legnagyobb birodalma volt az Attiláé. Tehát területileg még akkora birodalma nem volt. Most képzeld el, 1 milliós hadsereget tudott összeszedni a saját idejében. A saját idejében 1 milliós hadsereget. Ezelőtt 1500 évvel. Ha most nem tudnak összeszedni 1 milliós hadsereget, nem akkor. Érted? Szóval ez most nem nacionalizmus, ennek utána lehet nézni, utána lehet járni, érted ezt? Utána lehet olvasni ilyen dolgoknak. Gondold végig, Attila egyedül képes volt egy birodalmat irányítani. Egyedül. Érted? Akkor ez így működött, hogy egy király az képes volt arra, hogy egyedül döntéseket hozzon, nem kellett neki tanácsadó testület. Érted? Nem kellett kikérni emberek véleményét, meg szakemberek véleményét. Mindenbe képes volt szakemberi szinten működni. Így működött egy király. Érted?